Na mehetsz fölfele. Nem ott, nem a kötelet húzod. Ott szélén, szépen a falba kapaszkodsz. A kötelet azt nem fogod. Elsőre elkelt egy kis segítség, de a legbátrabb gyerekek könnyedén vágtak neki a mórágyi gránitrög megmászásának és a kötélpályának is. Biztonságban voltak, a profi hegymászó eszközök mellett szakképzett ipari alpinisták és tűzoltó is segített nekik. Én már kettőször lecsúsztam, az elején egy picit féltem, de nagyon jó volt ott a magasban, olyan volt, mintha repültem volna. A mórágyi sziklafalhoz több mint 20 gyereket tudtak most elvinni a bátaszéki gondozási központ munkatársai. A kerékpár túrával egybekötött egész délelőttös programokat nagyon élvezték a résztvevők. Ez a kötélpálya, a sütés, ájmászás, meg a rókavadászat tetszett. A gondozási központnál dolgozók június óta a nyár minden hetén szerveztek kirándulásokat a bátaszéken és a környékén élő gyerekeknek, hogy a szünideig tartalmasan teljen és hogy közösségben legyenek a vakáció alatt. Ez az utolsó programunk, ez a záró program. Hát összesen 10 programunk volt a tanévzáró ünnepséget követően. Hát ez nagyon változatos volt. Voltunk fürdeni, volt kézműves foglalkozás, voltunk kalandparkba, voltunk a játszótéren, kutyaterápiás foglalkozás volt, tehát nagyon-nagyon színes programokat osztunk nekik össze. A bátaszéki gyerekek nyárzáró mórágyi kirándulása szalonnasütéssel és a hazafelé tartó kerékpártúrával ért véget.